Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre az alkalomra. Nyelv és gondolat címen két alkalommal fogunk találkozni. És az első jelenlegi ittlétünkkor annak eredünk utána, hogy mitől más a magyar észjárás. Magyar nyelvet elemezzük, nézzük, forgatjuk, mozgatjuk. Nem szeretem azt mondani, hogy boncoljuk, mert az már egy kicsit más felhangot ad. Én magam nem nyelvész vagyok. Tehát nem kell senkinek megijedni, hogy olyan háttérismeretekkel kellene rendelkezni a megértéshez, ami bizonyos tudományos kvalitásokat igényel. Egyszerű nyelvhasználóként, józan, logikus gondolkodással, nyelvfigyeléssel, mint minden magyar anyanyelvű, hogy értsük már és érezzük azt, hogy milyen kincsünk van akkor, amikor van egy magyar anyanyelvünk. Hogy ez a nyelv miben különleges, és hogy egyáltalán miért kell, vagy miért jó, ha foglalkozunk a nyelvekkel, azt mivel, hogy magam is csak egy ilyen műkedvelő vagyok, ezért hoztam magammal olyan a tudomány megállapításai által olyan dokumentumokat, amikre támaszkodva én is, és bárki utána tud nézni, bárki utána tud keresni, hogy miért fontos ez. Az első, amit szeretnék bemutatni vagy felolvasni, azt úgy hívják, hogy nyelvi relativizmus. Nem tudom, valaki foglalkozott-e már ezzel, de tudományos szinten foglalkoznak már azzal, mert felismerték, hogy az, hogy milyen nyelven gondolkozunk, hogy milyen szavakat formálunk, hogy annak a nyelvnek milyen a struktúrája, az nagyon nagyban befolyásolja azt a képességünket, ahogy az ezen nyelv adta keretek és lehetőségek segítségével a világra nézünk. Én maradok a magyar nyelvnél, de azért szeretnék néhány kis kitekintőt adni ahhoz, hogy érzékelni lehessen, hogy milyen más a mi nyelvünk, és mennyi kincse van ennek a nyelvnek, amit hogyha megfelelő módon elkezdjük kibontakoztatni, akkor mennyi segítséget tud adni nekünk. És ettől a mi nyelvünktől, ahogyan mi használjuk, én úgy gondolom, hogy ettől van ez a sajátságos magyar észjárásunk, mert az egy ilyen, mondhatni, közismert tény, hogy lakosság népesség arányához képest, ahány tudós, feltaláló, a világon nagyot alkotó ember adott a magyarság a világnak, azt nagyságrendekkel utánunk jönnek a többi nyelven beszélők és gondolkodók. Tehát a magyar, mint olyan, az egy sajátságos gondolkodásmód. Nem elég beszélni a magyar nyelvet, azt érteni is kell, hogy tudjuk, hogy mit beszélünk, hogy tudjuk, hogy mit mondunk, amikor beszélünk. És ezt a fordulatot, ezt a másféle rálátást, vagy más megközelítést szeretném itt egy kicsit veletek együtt, hogyha így az előttem szóló okán maradhatnánk a tegeződésnél, azt megköszönném. A Péntek Jánosnak a Teremtő nyelv című kötetéből, ami a Kriterion kiadónál jelent meg 1988-ban, néhány mondatot szeretnék felolvasni. Mivel hogy ő úgy közelíti meg a nyelvet, hogy azok a szavak, amelyeket megalkotunk, amelyel megnevezzük a valóságunkat, az, ha azt mondom, hogy ez fehér, ez itt a szélén fekete, akkor egy észleletet nevezek meg, amilyennek érzékeltem magát azt az adott valóságot. Mind ahogy minden pici gyermek úgy tanulja meg a nyelvet, hogy puha vagy kemény, hogy hideg-meleg, az érzékelése, tapintása, hallása, szaglása által. Tehát mindenképpen egy érzékszervi észlelet van a szavak megtanulásakor mindannyiunknak a tapasztalati kincsében, amihez aztán a megfelelő hangsorokat, mint szavakat rendeljük. De mivel ez egy érzékelés, hogy ezt most milyennek látom, és megtanulom, hogy azt kell mondani rá, hogy fehér, ezért a szó ebből az érzékelésből keletkezve nem magának a tárgynak a lenyomata, hanem a lélekben keletkezett képe. Mert a fehér és a tábla az odakint van. De az, ahogyan én gondolok ezek után a fehérre vagy a táblára, az már bennem van. És éppen ezért a szó önmagában csak egy olyan hangsor, ami egy belső képet indukál bennünk, előhívva azt az egykori tapasztalást,
ami által megtanultuk, hogy ezt fehérnek hívják, vagy ezt a szót kell rámondani. Tehát ezeket a tapasztalásokat mi a lelkünkbe gyűjtöttük össze, és éppen ezért minden nyelv szókincse, és még inkább a nyelvtana egy lelki struktúrát ad. Nem tudom, hogy mai fiataloknak talán érthetőbb az a hasonlat, hogy minden ember, ugye amikor csecsemőként megszülettünk, akkor bármelyik nép gyermekeként megszülethetünk, és bármelyik nyelvet meg tudjuk tanulni. Mert akkor még halljuk az összes fonémát, az összes hangzót, és megtanuljuk, hogy az az adott nyelvi közeg, ahová az a kisgyermek megszületett, milyen hangzókat használ, és azokat így ilyen kupacokban szépen összerakja az agyunk. Ezért nagyon nehéz 10-15 évesen már egy teljesen más hangzókészlettel rendelkező nyelvet megtanulni. Például kínaiul, ahol egy intonáció az egy szó jelentésbeli különbséget hordoz. Mert nem halljuk, tehát nehéz meghallani azokat a hangokat. Viszont azáltal, hogy megtanulunk valamilyen nyelvet, miközben csecsemő korunktól fejlődünk gyermekként, és ugye egy 3-4 éves gyerek azért már elég jól beszél, tehát mire iskolába kerül, ő biztonsággal használja a 6 éves korára azt az anyanyelvet, amit a körülötte lévő beszélő közösségtől megtanult. De azáltal, hogy használja a nyelvet, azáltal azokat a szavakat, azokat a fogalmakat rendezi olyan struktúrába, amiként az adott nyelvnek a nyelvtani struktúrája rendezi. Tehát mire az ember megszólal, azáltal már van egy nyelvi program az agyában. Körülbelül úgy, mint ahogy minden számítógép alkalmas hardware, minden kis csecsemő egy alkalmas hardware, most egy hasonlattal próbálom érzékeltetni, akár még számítógépre lehet különböző programot telepíteni. De nagyon nem mindegy, hogy Windows telepítek rá, vagy Linuxot, vagy egy Macboxot használok, maga az alapprogram teljesen más. Így programozza az agyunkat, a gondolkodásmódunkat, az a nyelv, amin egyáltalán megszólalunk, amin keresztül észleljük és kifejezzük a világot, amin gondolkodunk, amin álmodunk, amin az összes belső folyamatot észleljük. Tehát nagyon-nagyon nagy különbségeket tud okozni. Természetesen meg tudjuk tanulni a másik nép nyelvét is, hiszen természetesen minden program alkalmas arra, hogy mit tudom én, elolvasunk egy böngészőt vele, vagy megírjunk egy levelet, de mégis teljesen másként kell használni. Ez a másféle használati mód az, amit a különböző nyelven beszélők és különböző nyelven gondolkodók megtapasztalnak. Szeretnék még egyet felolvasni. Az ember együtt él a tárgyakkal, kizárólag úgy, ahogy a nyelv közvetíti őket, mivel a képzetet meghatározzák az érzelmei és a cselekvései. Ugyanazzal a művelettel, amellyel az ember kitermeli magából a nyelvet, bele is szövi magát. Minden nyelv egy kört von az adott nép köré, mely beszéli, és ebből csak azzal a feltétellel léphet ki, ha ugyanakkor egy másik nyelv körébe lép be. Tehát vagy magyarul beszélünk és gondolkodunk, vagy megtanulunk egy másik nyelvet, és teljesen át kell állítani a gondolkodásmódunkat hozzá. Azt hiszem, aki próbálkozott már idegen nyelvtanulással, az nem vonja kétségbe ezeket a felismeréseket. Nem fogom mindent körülbelül kell megjönni, csak néhány szerintem itt fontos gondolatot idéznék, hogy bárki utána kereshessen, aki esetleg érdeklődik majd a téma iránt, és alaposabban szeretné tudni. Ezt az egész nyelvi relativizmust, amivel itt kezdtem, ezt Humboldt professzor indította el még a 900-as évek elején, az ő gondolatát dolgozták föl nagyon sokan, és ő nagyon sokat mond azt, hogy a nyelv meghatározza a nép világszemléletét is. Tehát a nyelvi közösséghez tartozó egyén világ észlelését is. Tehát ő maga már ezt kijelentette és állította, hogy amilyen nyelven gondolkozunk, az egy világnézetet ad. Tehát nem simán csak megnevezések sokasságát, nem csak annyi a különbség, hogy az eszkimóknak 30 szavuk van a hóra, nekünk meg 4-5, a
afrikaiaknak pedig egy, mert annyit tudnak rámondani, hogy hideg víz, tehát mert nem ismerik, nem észlelik azt a dolgot, ők nem nevezik meg, nem volt rá szükségük, hogy fogalmat alkossanak róla. Eszkimóknak ez egy lét szükséglet, hiszen ők ebbe a közegbe élnek, megtanulták megkülönböztetni a különböző hófajtákat, és meg is nevezik őket. Na, nem csak szókincsben tér el a két nyelv egymástól, hanem azzal az észlelettel is, ahogyan, tehát hogy mi a fontos, mit hogyan struktúrál, mit hogy rak össze. Nagyon-nagyon sok különbség. Tovább folytatnám. Naív dolog azt hinni, hogy az embereknek a valósághoz nyelv nélkül viszonyulnak. Hogy a nyelv csupán csak kommunikáció és reflexió alkalmi eszköze. A való helyzet az, hogy a világképet jelentős mértékben maga a nyelv határozza meg. Ezt én magam is így vallom, de nagyon örültem neki, amikor tudós kutatóknak a munkájával alátámasztva. Ezt tudom hozni, hogy ez tényleg másoknak is feltűnt. A beszélő egyén sohasem ismerheti meg teljesen szabadon és korlátlanul a világot. Még akkor is, amikor a legszabadabbnak érzi magát, eleve az interpretáció meghatározott módjára van utalva, amely anyanyelvi hovatartozásának megfelelője. Tehát, hogy mit fejezünk ki, hogyan fejezünk ki, mit nevezünk meg, mit észlelünk, én nem tudom elmondani azt a 30 féle havat, még akkor se, ha elmegyek Eszkimóékhoz, és megtanulom a szavakat. Mert nem tudom megkülönböztetni, mert azt is meg kellene tanuljam hozzá, azt a gondolkodás és észlelési módot, ami azt a sok féle árnyalatot képezte, hogy nekik arra szükségük van. Éppen ezért egy-egy nyelv, egy-egy kultúrát, és az azon a nyelven beszélőknek a kultúráját és közösségét is képviseli. Ezt a hungodi gondolatot, ezt tovább vitték, és ezt szerintem föl is írom, hogyha valakit érdekel ezt az egyet, azért érdemes elolvasni, mert viszonylag közérthetően még Wikipedián is vannak róla adatok. Hát, ha valaki már hallotta, ha meg nem, akkor érdemes utána keresni. Tudós páros, Szapir-Wolf hipotézisnek hívják a nyelvi relativizmusnak azt a megközelítési módját, amit ez a két tudós nagyon merészen elkezdett, és a mai tudományos világ a jelenlegi konszenzus alapján nem igazán akar elfogadni. Ugyanis ha elfogadnák azokat a megállapításokat, amiket ők bizonyítékok felsorolásával a tudományos közösség elé tettek, akkor el kellene fogadniuk azt, hogy igenis a különböző nyelven beszélők, különböző anyanyelven gondolkodók gondolkodásmódja nem egalizálható. Ez mondjuk a globális világszemléletnek elég nagy, arcunszabás volna, tehát mindenféle módon támadják. Még a viszonylag, mondjam úgy, hogy semlegesnek talán mondható Wikipédián is, azért ott van az alja, hogy á, de ez nem bizonyított. Felsorolja mind az összes bizonyítást, vagy 8-10, és utána odaírja, hogy de hát ez még mindig hipotézis, és nem bizonyított. Jó. Tehát kell tanulni, olvasni a sorok között is, és kell valamennyiünknek egy saját belső, egy kritikus gondolkodással viszonyulni azokhoz az adatokhoz, amiket a tudomány ad elénk. Elég nagy a káosz, tehát a helyes adatok közé berejtett ilyen, hát de ez nem érdekes című tálalási mód, de hát itt az előttem szóló média szakembertől ezt valószínűleg, hogy jobban tudja és több információt kaphatnak róla. Ugye ezt a 19. századi gondolatot, amit Humboldt felvetett, ami konkrétan ezt az idézetet, ezt nagyon sok helyen meg lehet találni tőle, hogy minden nyelvben egy sajátos világszemlélet rejlik. Ezt emelték ki ők, és vitték tovább, és a 20. század derekára sikerült a tudományos világba elterjeszteni ezt a gondolatot. Tehát azért gondoljunk bele, hogy gyakorlatilag egy 50-60 éve foglalkoznak egyáltalán néhányan azzal,
hogy a másként beszélés, más nyelvben való gondolkodásnak esetleg lehet másféle következtetés a vége. Ugyanarról a tárgyi világról, vagy ismeretanyagról egy angolul gondolkodó, egy németül gondolkodó más következtetést van le, mint mi, akik magyarul gondolkodunk. És ha ezt így megfigyeljük, akkor lehet látni, hogy hol is van a gyökere annak, hogy aki magyarul gondolkodik, az így összerakja azt, ami még sose volt. És sorozatban ott vannak a magyar feltalálók és találmányok. Mert másként jár az agyuk. Ez a sajátságos magyar észjárás, amire szeretnék itt az előadás végére kilyukadni, hogy hogyan kell úgy gondolkodnunk magyarul, hogy meginduljon bennünk ez a feltalálói, vagy ötletes, nem tudom. Amikor leesik a tantusz, amikor öt lett az ötlet. Egyébként erről részletesebben a vendéglátó házi gazdánk hozott könyveket. De egy idézetet szeretnék az Apérból hipotézisből felolvasni. Ezt maga Edward Szapir írta a Nyelvészet, mint tudomány című könyvében, amit 71-ben magyarul is kiadtak. Naív dolog azt hinni, hogy az emberek a valósághoz nyelv nélkül viszonyulnak. A való helyzet az, hogy a világképet jelentős mértékben határozza meg a nyelv. Nincs két olyan nyelv, mely ugyanannak a társadalmi valóságnak a kifejezője volna. Nincs kettő, hogy ugyanolyan legyen. Tehát amikor megszólalunk, amikor gondolkozunk, teljesen más valóság alapján gondolkodunk. Teljesen más valóságot fejezünk ki. A végtelen variációt tartalmazó valóságunknak más, lényeges elemét ragadja meg a nyelvünk. És anélkül, hogy elfogadnánk az adatokat, azt a módszert, amit a nyelv előír, ezt az elrendezést és osztályozást, anélkül nem tudunk beszélni. Tehát először is el kell fogadjuk azt, hogy hogyan ragozunk, hogyan toldalékolunk, hogyan rakjuk össze a mondatot, hogy mik azok a szavak, amik az elején vannak, mi a végén, hogyan fejtjük egyik gondolatból ötve a másikba, mi magyarok, és amikor szembesülünk azzal, hogy egy német hogyan beszél, akkor hopp, akkor az most teljesen fordítva, és azt eléje, azt mögéje, most az nem rak, hanem elé tesz egy valamit, ami megváltoztatja úgy az értelmét, mi, ahogy hozzáragasztjuk, és akkor szembesülünk azzal, hogy teljesen másképp gondolkodik. Egy nagyon egyszerű példával hadd szemléltessem. Akkor, amikor mi kimondjuk magyarul azt, hogy 21. Akkor mit mondok? Amit mondok, azt mindjárt le is írom. 21. Ez eddig világos. És ezt mondjam ki németül. És írjam le. Ein, és leírok egy kettes. Und 20. És leírok egy egyest. Tehát teljesen másképp nevezi meg, azáltal, hogy másképp nevezi meg, a szavak adta szórendszerint a fejébe is teljesen más van. Most ez ezer évekre vetítve ilyen duplán-dupla bukdácsolás van benne. Tehát nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, amit csinál, és nem azt csinálja, amit mond. Ha leírom azt, hogy C-A-E, akkor azt így kell leírni. Ez a C, ez a I, meg E, én ide C-I-A-t írtam. Tehát itt megint az angol is olyan, hogy nagyon ritkán lehet elhinni, amit leírt, mert teljesen mást mond. És nem lehet hinni annak, amit mond, mert teljesen mást ír le. Nálunk ez például egy olyan jellegzetesség van nyelvnek, hogy én ezt mondom, ezt írom, az egy egyenes vonal, ez van. És nagyon tömören tudja a magyar ezt az azonosságát szépen kifejezni. Amit mindjárt mondjuk. Egy érdekességet itt a végén felolvasnék, mert sok-sok kísérlettel próbálták bizonyítani, hogy ó, hát ez a különbség, ami a nyelven megjelenik, ez a kultúrának a különbsége, és biztos azért teljesítenek másként különböző teszteken a más nyelven beszélő emberek, mert hogy más kultúrában növekedtek föl, és a kulturális sajátosságok tötte-rötte, és erre úgy jó, el is vitték az egész nyelvi relativizmus kutatási irányát.
hiszen más kulturális közegben nőnek föl, és ezzel, hogy a kultúrára és a kulturális közegre tették át a tudományos kutatás hangsúlyát, valahogy elsikkadta azt, hogy azt a kultúrát az a nyelv, és azon a nyelven beszélők alakították ki. Tudományban nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezt bizonyítani, hogy mit okoz a gondolkodásmódunkban a nyelv, és mit okoz a kultúra. Hogyan lehet ezt ketté venni akkor, amikor ha magyarul beszélünk, akkor az egy magyar beszélő közösségben, egy magyar kultúrában van benne. Tehát eleve ad egy viszonyulást a nyelvünk is, és a kultúránk is. Hogy lehet ezt ketté szedni? Na most John Scholes, brit kutató, a londoni, ezt nem olvasom, a munkatársa, tehát meg lehet találni őt, egy nagyon aranyos elgondolással állt elő. Megtalálta azt az embercsoportot, amelynek tagjai azonos kulturális közegben nőnek föl, és mégis eltérő nyelvet használnak. Ugyanabban a kultúrában, tehát konkrétan ugyanabban a családban nőnek föl, és eltérő nyelvet használnak. Ezek pedig azok a gyermekek és szüleik, akik süketen születtek. Van egy beszélő, a szavak által kommunikáló szülő, és van egy olyan gyermeke, aki a hangokat nem érti. De vele is lehet kommunikálni tökéletesen a jelnyelvvel. Megnézte ez az úriember azt a két családot, több családot, tehát két különbözőt mondom csak el, ahol az egyik családtípusban olyan sikert gyermekek vannak, akiknek a szülei beszélnek. Tehát a szülőknek nagyon nehéz volt megtanulni azt a jelnyelvet, amivel a gyermekükkel kommunikálnak. Most gondolja bele magát mindenki, hogy ezt egy új elsajátítandó nyelvként kellett megtanulniuk a szülőknek. A másik csoportba azok a szülők tartoztak, akik maguk is siketek. Tehát a szülők tökéletesen kommunikáltak egymással jelnyelven. És teljesen természetesen tanították erre a szintén siket gyermeküket. Ezt a szintén, tehát ugye Angliában volt ez a kísérlet, ugyanaz a középosztály, ugyanúgy angolok, ugyanaz a London, vagy ugyanaz a közeg, ugyanaz a kultúra, ugyanúgy az angol nyelvnek a jelnyelvét magyarázta mind a két szülőpáros, és akkor ezzel a két családban, különböző családban felnövekedett sikert gyermekekkel egy kísérletet csinált. Hogy van-e különbség a sajátosan eltérő nyelvi közegben felnevő csoport gondolkodása között? Mert itt a kultúra azonos, csak a nyelv lesz más, mert az, aki siket szülőként van egy siket gyermeke, az tökéletesen kommunikál, az, akinek ezt új nyelvén ként kell megtanulni, annak ez egy idegen nyelv. Tehát a kultúra azonos, a nyelv az más, így gondolom követhető. Ez a kísérlet, a pszichológus kezében lévő játékbaba beletesz egy golyót az asztalon álló kosárba, majd elmegy. Amíg a baba kicsi gyerekekkel csinálják, távol van, a kísérletvezető a golyót áthelyez egy dobozba. Vajon amikor a baba visszatér, hol fogja keresni a golyót? Ezt a feladatot 4 éves életkor felett gyakorlatilag mindenki meg tudja oldani, hogy mégis oda átkerült a golyó. És megdöbbentő, hogy a halló szülők által nevelt siket gyermekek nagyon-nagyon rosszul teljesítenek a próbába. Míg a siket szülők által nevelt siket gyermekek pontos ugyanolyan jól, mint a beszélő szülők beszélő gyermekei. Ez egy bizonyíték arra, hogy a Zafir-Wolf hipotézis felvetése helyes, mert a jelnyelvet anyanyelvként elsajátító gyerekek, vagy az egyáltalán nem csak később kapó gyerekek között egy gondolkodási folyamat van. Azok, akik ezt a szüleiktől nem anyanyelvként sajátítják, a szülőknek ez nem anyanyelve, mert ők beszélnek, és csak meg kellett tanulniuk ezt a nyelvet, később tanulnak meg gondolkodni bonyolultabb és elvontabb dolgokról. Az, hogy van-e szava rá, ki tudja-e magát fejezni. Az akkor is szó, hogyha
jelnyelven mondják el, mert meg tudja fogalmazni a gondolatát, és be tudja azonosítani, hogy hogyan kell mutatni azt, hogy fehér. Tehát van egy kommunikációs csatornája a többiekkel, akiktől tudja kapni azokat az impulzusokat, amik által maga a gondolkodása elkezd fejlődni. Ahol nem anyanyelvi szinten kapták ezt, ott nem tudott a gondolkodása fejlődni. Nem véletlen, hogy úgy mondjuk magyarul, amikor a szavainkra gondolunk, hogy szókincs. Ez a szókincs, hogy mekkora kincs, az ezen a kísérleten és társaim gyönyörűen lehet lemérni, mert ha vannak szavaink, fogalmaink, meg tudjuk nevezni, tudjuk érteni, tehát gondolatunkban tudunk dolgozni, van egy belső képi világunk, egy belső nagyobb terünk, sokkal jobban tudunk gondolkozni, sokkal jobban tudunk megérteni, míg ha szavunk sincs rá, nem tudunk mit mondani rá, nem tudjuk megfogni, nem tud a gondolatunk mit tenni vele. Nincs árnyalat, mint ahogy nekem, nincs 30 féle hó megnevezésem, és nem tudom megkülönböztetni. Márpedig az árnyalat gondolkodásnál a megkülönböztetni tudás nagyon-nagyon fontos, hogy fel tudjuk ismerni a lényegét. Az eszkimók tudják, én nem tudom. Na most, a nyelvi relativitás elmélete mellett szólnak azok a kísérleti eredmények is, amelyik azt igazolják, hogy a néven nevezett tárgyat könnyebben ismerjük fel, és könnyebben emlékszünk vissza rá. Vagyis könnyebben végzünk velük gondolati műveletet, mint az olyan tárgyakkal, amelyeknek nincs szemantikai címkéjük. Aki elment bármilyen külföldi országba, és ott szembesült valami érdekes dologgal a tárnyéron, és nézett rá, hogy mi ez, az biztosan tudja. Megkérdezték, amikor hazament a nyaralás, hogy tudtél? Nem tudom, de finom volt tehát. Hogy körülbelül ennyi marad meg belőle. Még ha ő tudja, hogy mit tudom én, egy sushi tevet, amit így és így készítenek el, mert van hozzá szó és fogalom, hogy mi az, ami a tányéron van, akkor sokkal jobban emlékszik rá, sokkal jobban el tudja mondani, és a részletet is el tudja mondani. Csak egy ilyen egyszerű példán mindenki a saját életén be tudja tájolni, hogy mennyire fontos az, hogy van szavunk rá, vagy nincs szavunk rá. Találkoztunk ezzel, vagy nem találkoztunk azzal a dologgal. Megnevezték nekünk, vagy nem. Na most igen, a tudomány az azt írja hozzá, hogy mindez egyenlőre csak feltevés, és bizonyítani még ugye nem sikerült. A szókincsünknek a csodálatos gazdagságáról is hoztam egy kis adatot, csak hogy tudjuk már, hogy mink van és mekkora kincsünk van, én ledöbbentem. Találtam egy olyan tanulmányt, ami a különböző nyelvek szókincs méretét összehasonlítja. Én nagyon szeretem ezeket az összehasonlító tanulmányokat, mert az a megfelelő szakmát végző, megfelelő tudományos fokozattal minden adott nyelvnek a szakába adott nyelven ezt elfogadta. Így egymás mellé lehet tenni, és akkor egész szépen látszik, hogy milyen szókincsen rendelkeznek a gyerekek, körülbelül 1000 szó alatt már gyönyörűen kifejezik magukat, 3 éves gyereknek már 1000 és 10000 között van a szókincse. Ezek magas számok, nem is gondolnánk, hogy milyen sok szót tudunk, mire iskolába megyünk. Sok-sok-sok, akit érdekel, azt előadás után nagyon szívesen megmutatom részletesen, a költök műveiig, itt minden részletezve van, hogy tulajdonképpen mennyire csökken a mai embernek a szókincse. Az árnyalt beszéde, az árnyalt fogalmazása, a mondat fűzésének a képessége, csak egy egyetlen példa, 6000 szóval a Shrek-et meg lehet érteni. Ez egy általános iskola alsó tagozatos gyereknek a szókincse. Úgyhogy ilyenek a mai felkapott filmek, amiket millióan néznek. Ezen a színvonalon is tanulnak meg gondolkodni. Na most, 10000 szó fölött már egy általános iskolás 7.-8. tudással rendelkeznek,
12 ezer szóval már minden tankönyvet meg lehet érteni. Na most, 16 ezer szó az, amit találtak a tudósok az ókori egyiptomi nyelvben. Tehát ők a nyelvük, az egyiptológusok által megfejtett nyelvüknek használata alapján mai középiskolásoknak a szókincsével rendelkeztek, ami tekintettel arra, hogy mennyi olyan technikai tárgy van körülöttünk, ami akkor nem volt, innentől kezdve az is elgondolkodtató, hogy miket neveztek meg ennyi szóval. Mert hogy biztos nem a mobiltelefont, vagy az egeret, vagy a számítógépképernyőt, mert ugye ezek szavak, amik most már a mi nyelvünknek is a részét alkotják. Na most, itt már tízezres léptékekben már csak a lényegét szedtem össze, hogy egy kétnyelvű kézi szótár az körülbelül 35-40 ezer címszót tartalmaz, 50-60 ezer szó egy mondjuk úgy művelt embernek a szókincs tartalma. Maga a Larousse 2005-ös kiadásának a teljes terjedelme 87 ezer szó. A 20 kötetes oxfordi legmagasabb szintű minden angol szót tartalmazó kiadás 171.476 szócikket tartalmaz, tehát itt már 100.000-es nagyságrendben beszélünk. Tehát azért van szókincs minden nyelven bőséggel, mit használunk belőle. A tezletösreghez igen, tehát azért érdemes ezen elgondolkodni. A 33 kötetes Digest Wörterbuch terjedelme 350 ezer. Azt, hogy a németek húzzák az egész európai gazdaságot, azért ott kell lenni annak az eszüknek is, amelyik ezt meg tudja csinálni, föl tudja fogni, át tudja gondolni. Azért elég sok német Goethétől Kantig, tehát tudnak gondolkodni. Van olyan szókincsük, amivel árnyaltan meg tudják fogalmazni és ki tudják fejezni magukat a filozófiától a technikáig. Na. És akkor egy adatot mondanék még. A Magyarországon ugye mindenki írja a webet. Megnézték a magyar webkorpuszt, tehát amit fönt az interneten meg lehet találni. 1,5 milliárd szövegszót elemeztek, tehát azért gyártjuk rendesen az internetes biteket, amiből a számítógép által megkülönböztetve minden szót és lexémát, tehát mindent, amit használunk, tehát ragozott alakjával együtt, ehhez képest a magyar szókincs 7,2 millió. Millió. Akkor, amikor az összes többi nyelv 3-400 ezer környékén ezt gondoltam. Utána lehet nézni, tehát minden, amit mondok, fönn van az interneten, hiszen ez is onnan szedődött. Tényleg érdemes, hogy mekkora kincsünk van. És miért van ekkora kincsünk, és miért fontos, hogy ekkora kincsünk van. Tehát az a hihetetlen nyelvi gazdagság, amit a magyar nyelv képvisel, nem is gondoljuk, hogy hány szorosa a többiekének. Nyilván ezt azok tudnák igazán, akik 6-8 nyelven beszélnek anyanyelvi szinten, hogy nem tudnak gondolatokat kifejezni olyan árnyaltan, mint ahogy a magyar kifejez, mert teljesen másként közelítik meg a valóságot a más nyelven beszélők. Nagyon nagy teljesítmény, hihetetlen nagy teljesítmény egy-egy szép irodalmi műnek vagy egy versnek a fordítása. Egy magyar verset lefordítani. Nagyon sok olyan árnyalat van, ami egyszerűen elsikad, mert nem tud átmenni a másik nyelvbe. De talán még az is közismert, hogy van egy nagyon aranyos kis rajzfilm, ez a Prédi és Bénya kőkorszaki szaki, ami egy amerikai rajzfilm volt, hát túl nagy sikere nem volt. Átjöttem ugye Magyarországra, itt kapott egy magyar szöveget mögé, és utána a magyar szöveget visszafordítva angolra világsiker lett. Abból a szövegből, amit magyarul emeli a kis rajzfilm mellé hozzá lehetett tenni.
Nem tudom, hogy ezt ismertek. Jó. A nyelvnek és a szókincsnek a fontosságát még egy nagyon-nagyon furcsa példával szeretném alátámasztani, csak hogy kedvet csináljuk ahhoz, hogy foglalkozni érdemes anyanyelvünk kincsével. Furcsa helyről hozok példát. Nem tudom, ki olvasta, eléggé híres George Orwellnek az 1984 című műve, ami egy nagyon kemény sci-fi. Azért kemény, mert gyakorlatilag egy totalitáriánus, diktatórikus rendszernek a kiépítését és működését írja le. Ugye a mű 1949-ben íródott le, azért vetíti előre 1984-re, hogy majd a jövőben lehetséges, amit ő elképzelt, egy valami borzalmas, diktatórikus társadalom. Érdemes elolvasni, mert nem túl hosszú, de nagyon-nagyon tanulságos, mert tételesen számba veszi, hogy mik azok az eszközök, amik által egy szabadon gondolkodó, viruló társadalmat át lehet tenni egy ember alatti szinten működő, abszolút megfojtott diktátor által uralt vegetációba. Ez talán tanulságos lehet itt társadalmi tekintésnek is. Ami nagyon fontos, fokozni kell a bürokráciát. Egyre több papírmunka, papírmunka, papírmunka. Nem tudom, van-e valakinek áthallása azzal, hogy a tanároknak mennyit kell mostanában azt dokumentálni, hogy mit fognak tanítani, gyakorlatilag már tanítani nem marad idejük, mire ledokumentálják. Van egy nagyon intenzív besugórendszer az egész mögött. Ezt mondjuk tudjuk itt a 3x3-asoktól, tehát ezt ismerjük mi is. Ez persze a sci-fiben fokozva. Van egy olyan élet lehetőség, körülmény adva az embereknek, ami konkrét nyomor, illetve hát a nyomornál egy picikét, egy egész picikét jobb. De úgy semmire sincs lehetősége, nincs pénze, nincs ideje, nincs lélegzetvételi, semmije arra, hogy ő most gondolkodjon, vagy olvasson, hogy bármit csináljon, mert csak a mindennapi betevőjér küzdve azt a kis pószemet látja, amit haza kell vinni. Nem tudom, hányoknak ismerős ez a fajta életérzés, hogy egyszerűen nem jutunk tovább. Itt kell tartani az embereket. Hogy tudják itt tartani az embereket? Egy ellenségképpel. Ez az ellenségünk, könyvben megnevezve, hol ez a csoport, hol az a csoport, mindig legyen egy ellenség, aki ellen küzdeni kell, halt meg, az a rossz, és miatta van minden rossz. Tehát azt, ami rosszul érzi magát az ember, azt valamilyen képre rá lehet vetíteni. De ahhoz, hogy ezt valóban ellenségként ellensen adni, egy nagyon érdekes dolgot csinálnak, és ez a két utolsó tétel lesz szerintem a legfontosabb nekünk magyaroknak, hogy erre nagyon figyeljünk oda. Amit megírt 1949-ben, mit kell csinálni? Ahhoz, hogy egy egész népet, nemzetet nyomorban tartson és diktáljon neki? El kell venni a múltját. A könyvnek a főszereplőjének ugyanis az a munkája, hogy az egy hónappal vagy két hónappal ezelőtti újságok bedarálva, és most más vezércikket ír az akkori dátummal, hogy senki vissza ne kereshesse azt, hogy akkor nem az volt, ja, de hát ez van megírva. Nagyon figyelmeztetek mindenkit, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy mi van leírva. És azt a józan magyar paraszti eszünket, azt ne hagyjuk elveszni, mert a visszadátumozás és a visszadátumozás által századokat, ezredeket, jó, hát van papír róla, aha, köszönjük szépen, csak az tegnap született, hatalmas proféciák tudnak így születni, milyen okosan megmondta akkor, igen, csak hogy ezt most írtam le, amikor már tudom, hogy akkor mit kellett volna mondani ahhoz, hogy igazat mondjon. Tele van vele, sajnos még a tudomány is, nagyon oda kell figyelni rá. És a számomra a legütősebb tétele az volt, amikor olvastam ezt a könyvet, amikor az új beszélnyelv szótárát rakták össze. Van az óbeszél, amelyik túl sok szót tartalmaz, mert arra, hogy jó, arra van, csodálatos, fantasztikus, felséges, tökéletes, többféle, míg az új beszélbe plusz jó. Ha már annyira fantasztikusan különleges, akkor dupla plusz jó.
kész. Tehát gyakorlatilag minden egyes új szótár egyre kevesebb szót tartalmaz. Hogy ne is legyen az embereknek szava, fogalma, amivel meg tudná ragadni a valóságot, aminek a segítségével gondolkodni lenne képes, mert akkor még belegondolna abba, hogy minek ez a háború. Tehát ahhoz, hogy ember alatti nyomorult lárváként tengődjenek a könyvben a leírt elképzelt borzalmas jövőnek az emberei, ahhoz ezek a tételek az alapvetően szükségesek, és akkor kérdés, hogy miért is támadják ezt a hipotézist, amelyik megmutatja, hogy a kincsünk, a nyelvkincsünk az hogyan gondolkoztak, miért kapunk annyit és a fejünkre, egy kicsit jobban, nem jobban. Másképp tudunk gondolkodni. Most ennyit a tudományról. Nem tudom, hogy van-e még egy kis időnk, hogy azt nézzük meg, hogyha megfigyeltük most így a tudósok által elemzett szókincsek és egyebek által azt, hogy maguk a szavak mekkora súlyt képviselnek, hogy tudunk árnyaltan gondolkodni és kifejezni, ehhez képest még mit tud a magyar nyelv. Ugye, mert azért félmillió szóval elég sok mindent ki lehet fejezni. Több százezer szókincsen rendelkezik minden más nemzet is. Le tudják írni a valóságot nagyon pontosan. Születnek angol nyelven azok a tudományos munkák, amik az ősrobbanástól a relativitás elméletig, a biorobotoktól a nanotechnológiáig mindenfélét el tudnak nekünk mondani. El tudnak nekünk mondani, mert meg tudják nevezni. Meg tudják nevezni, hogy ez fehér, és hogy ez tábla. A magyar nyelv az én meglátásom szerint, és akkor innentől kezdve lehet kikapcsolni a felvételt, hogy abba hagyni az egészet, mert most ezt már csak úgy tudom előadni nektek, mint azt, amit én hiszek, vallok, én így gondolom, lehetne egyetérteni vele, vagy másképp gondolni, de én a magyar nyelvet figyelve azt tartom a legsajátságosabb ízének, zamatának, hogy nem csak megnevezni tud, tehát nem azt tudja a magyar, hogy mit tudom én, itt van egy repülő. Ezt itt el tudja mondani szépen az angol is, el tudja a német is, minden egyes csavarját, szögét, aerodinamikáját, hogy építjük föl, hány kiló, hány forint, mindent le tud írni róla. Tud adni róla egy képet, amit látok, hogy ilyen, és megnevezek, mint tárgyat. A magyar nyelv azt tud még egy ilyet is. Azt tudja, hogy mit csinál. Hogy ez a repülő innen jön, oda megy, így jön ide, úgy megy oda, és pontosan ezáltal, hogyha nincs ilyen repülőm, akkor majd csinálok egy ilyet. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt. Ő is repül. Tehát a nyelvünk igényi. Míg az összes többi tárgy. Én természetesen ott is vannak igék, természetesen itt is vannak tárgyak, a nagyságrendje különböző. Ahogyan a magyar a cselekvést kifejezi. Ajánlom mindenkinek szeretettel Gyimóti Gábor Nyelvlecke című versét, ezt tényleg érdemes végig olvasni, ahogy csupán a jár, megy, halad szavunk. Próbál szinonimákat keresni, hogy ezt most hogy mondja el angolul, hogy mondja el németül, hogy mondja el olaszul. Egyszerűen lehetetlen, mert ott sokkal kevesebb szó áll rendelkezésre, mint az a 74, amit ő ebbe az egy versbe felsorol. És versbe szedve, hogy mitől más a slattyok, battyok, bandukor, andaló. Nagyon sok árnyalata van annak, ahogy gondolkozunk. És ezért nagyon fontos, hogy legyen olyan szókincsünk, ami által ezeket az árnyalatokat meg tudjuk ragadni, hogy gondolkodni tudjunk. A magyar nyelv és a magyar észjárás, én szerintem, azért olyan különleges, mert a nyelvünk úgy van felépítve, mint az univerzum. Addig, amíg a idegen nyelvek képet adnak a világról,
addig mi a működési módját és hogyanját tudjuk modellezni. Na most a modellezés a lényege, amelyik, mivel ismerem az útját, módját, mikéntjét, ezért különböző megoldásokat tudok adni ugyanarra a problémára. Tehát nem a tárgyi, már megjelent részét ismerem apróra, lehet, hogy ezt nem is ismerem annyira apróra, de modellezni tudom a viselkedését. A teljes univerzumnak, azáltal, ahogyan gondolkodom. Ugye én naponta sokszor adok hálát bölcsőseimnek, akik azt a kincset, amin én most itt beszélek és magyarázok nektek, így rám hagyományozták édesanyáink útján, mint anyanyelvünket, mert ezzel egy olyan lehetőséget kaptam a gondolkodásra, amivel, ha nem élek, akkor az egy vétek. Tehát én úgy gondolom, hogy magyarnak lenni lehetőség és kötelesség, mert ha van egy ilyen lehetőségünk a nyelvünkben, adott lehetőségünk, hogy így beszéljünk és gondolkodjunk, akkor ezt használnunk kell. Miért tudja így modellezni a mi nyelvünk magát, az univerzum működését? Azért, mert a nyelvünk működik úgy, ahogy ma a tárgyakat tökéletesen leíró tudományos világ ezt már tárgyi szinten, kísérletek szintjén be is bizonyítja. Mondom nektek. Valószínűleg ismeritek azt, hogy megnézték a fényt, hogy az most részecske, vagy hullám, természetű viselkedésű-e. Két rés kísérlet, szintén ajánlom mindenkinek, ez is fönt van a YouTube-on. És azt találták a tudósaim, hogy van olyan fény, visszaverődés egyebe, amikor muszáj, hogy részecske legyen, mert anélkül nem működik. És van olyan, az interferencia például, ami csak akkor léphet fel, ha hullám természetű. A kérdés kísérletben megnézték, hogy a kísérleti körülményeket attól függ, hogy hogyan állítják be, attól függően vagy részecskeként jelenik meg, vagy a hullám természetét mutatja meg. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a kísérleti körülmény dönti el, hogy ő most hullám, vagy részecske. Maga a foton 100% hullám és 100% részecske egyszerre. Ezen ugye elakadt egy kicsit a tudomány, hogy most hogy lehet valami ez is meg az is egyszerre 100%-osan. A megnyilvánulása az pedig a kísérleti körülmény. Ha én azt mondom, hogy írok egy pár magyar szót, én szép rövideket, csak akkor mondjátok meg nekem, hogy dolgokat, tárgyakat írtam ide, vagy igéket? Is. Ez a hangsor 100% tárgy is, és 100% ige is. És mint ahogy a kísérleti körülmény dönti el, hogy hullám vagy részecske, úgy a szöveg környezet dönti el, hogy ezt most felettünk lévő égnek, vagy a lobogás, égés folyamatának értelmezem. Ezért nagyon nehéz megtanulni magyarul, mert egy olyan beszédi intelligenciát feltételez a magyarul beszélők és gondolkodók részéről, akik ezt azonnal be tudják tenni, hogy ez micsoda. És szójátékok szintjén még az egyiket a másikba át is tudják csúsztatni, mert nekünk ez a kettő egy. Pontosan ugyanúgy épül fel a nyelvünk, millió ilyen szót lehet találni, házi feladat otthonra, tényleg érdemes végignézni, hogy hány olyan szavunk van, ami egyszerre jelent meg dolgot, tárgyat és cselekvést. Hihetetlenül sok. Ez az ereje, amúgy ez is az egyik ereje, én szerintem a legütősebb ereje a magyar nyelvnek, hogy az egyik állapotból a másikba ilyen könnyedén át tud váltani, és ezt a fajta gondolkodást, ami a nyelvünkben jeleníti meg a szavak, ami a gondolkodásmódunkban, a nyelvünk által, hiszen ezen a nyelven gondolkodunk és álmodunk, jelenik meg a fejünkbe, ezt jelenítjük meg az összes alkotásunkban. Hiszen amikor a madár, mint egy állat vagy állapot, ott csücsül az ágon és elkezd csicseregni, akkor egy növény jön ki belőle. Tehát egy folyamat. Tárgy átmegy folyamatba, és annak a növénynek a végén még egy kis állatka megjelenik. Probléma? Nem probléma, beszél.
beszélő madár kimondja, mit mond az igét. A folyamatot ezt a tárgyban nem lehet fényképben. Akármilyen részletekbe tudom. Az rész. A magyar ezt az egészet tudja egyszerre. És amelyik éppen szükséges, azt csinálja. A lovas nemzet képes arra, hogy fönnmaradjon a lóhátán. Hogy ne essen se jobbra, se balra. A lónak mindig a túlsó felére. Ezt kell beegyensúlyozni. Gyakorlatilag a magyar erre képes. A sokat, a többet, az ismétlést, a sok pénzt belőle, meg a nagy árakat, azt a külföldiek csinálják. De az ötlet maga, az meg innen ered. Mert a magyar az a magnak az őre. És a mag mit tud? Ezt az információs csomagot, hogy hogyan kell fává lenni. Hogyan? Ezt tudja, azt a módot. Hogy milyen módon kell összekötni ezeket a kis kémiai elemeket ahhoz, hogy most vagy legyen, vagy virág legyen, vagy kis boci. Azt tudja. És szépen föl is építi. Nem csak a tárgyi mi voltát. Na most ennek a gondolkodásmódnak, amelyik igei módon gondolkodik, és elképzeli képekben, ahogy beszélünk, előhívják a szavaink azokat a képeket és emlékeket, amik alapján megtanultuk a nyelvünk szavait, ezt, ha elkezdjük megmozdítani magunkban, igei módon megkeresve minden egyes dologban azt a kulcsot, amitől ez modellé válik, amitől ez igévé hullámmá válik, az ige, meg kell kérdezni azt az egyet, hogy mit csinál. Nem csak azt, hogy mi van, azt is meg kell kérdezni, hogy mit csinál. Nem akarom senkinek a vallási érzékenységét sérteni, vagy, de azért János szépen leírja, hogy kezdetben van az ige. Nem a tárgy, az ige. Ige van a Istennél, minden ő általa lett, nála nélkül semmi nem lett. Semmi nem lett, ami lett. Hiszen ahhoz, hogy valami legyen, előbb meg kell annak mozdulnia, vagy lennie, hiszen az ige az a létige is, hogy van. Az is egy cselekvés, hogy pusztán létezik. Ennek a fajta gondolkodásmódnak, ennek a fajta rálátásnak és megközelítésnek a mindennapi praktikus használatát szeretném a következő alkalommal itt megbeszélni, hogy hogyan nézünk, hogyan gondolkozzunk, igei módon, cselekvő módon elképzelve, és ezt a, ahogy fenn úgy lent, tehát analóg módon rá tudjuk vetíteni a valóság tényleges valóságát arra a mikrokozmoszra, arra a kicsi valóságra, ami mi magunk vagyunk, és azáltal a nyelvünk, ha szeretettel bánunk vele úgy, ahogy vele bánni kell, és hagyjuk kibontakozni, nagyon sokban tud segíteni nekünk abban, hogy az úgynevezett pszichoszomatikus betegségeinket, ami ugye a gondolataink, lelkünk által itt könnyíti vagy nehezíti életünket, hogy meg tudjuk fejteni. Mi kulcsot kapjunk önmagunkhoz, hiszen azonnal nyelven gondolkozva alakult ki ez a betegség, azokkal a szavakkal nevezzük meg, és éppen ezért ebben van benne az a kulcs vagy segítség, ami által ezt vissza is tudjuk követni, meg tudjuk mozdítani, és el tudjuk engedni az életünkből. Úgyhogy köszönöm szépen a mai figyelmet, és a következő alkalommal is szeretettel várok mindenkit.